Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számunkra, meg számomra is, gondolom, kizámotokra is, hogy végre találkoztunk. Hát a sors egy kicsit bekerített bennünket, de keresjük az alkalmat, hogy hogyan tudjuk átadni a kiröntetést. Aki nézte a honlapunkat, láthatta, hogy sajnos ugye március 12-i közülésen volt az utolsó, mikor itt megtartottuk a közülést, és most elvileg nem lett volna rendezvény, de hála a cégnek, a Kéli vendégőnek, hogy meg tudjuk tartani. És szeretettel köszöntöm mindenkit, és szeretettel köszöntöm ifjú Tete Jorváth Tibort, aki cég tulajdonos, és a Krúdi Kör vezetőségének tagja. A pontot itt, igen. Az itteni rendezvények házigazdája. Nagyon örülünk, nagyon izgultunk, tényleg sikerült, hogy összejön ez a dolog, mert sok ember dolgozott azért, hogy megkapja az elismerést, és gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom, hogy a Krúdi teremben adjuk át a kitüntetést. Annyit el kell mondani érdekességként, várjuk az önkormányzatot is, de tízes utómi meleg szerintem csúcsforgalom van, és jönnek befele, majd fél körül lesznek itt. Azt hiszem, addig néhány dolgot így megoldunk, többek között egy-két hasznos információt, illetve hát Krúdi Gyuláról ugye nem tudtunk májusban megemlékezni, akkor most megemlékezünk. Ugye a névadunk, Krúdi Gyula nagyon termékeny író volt, és nagyon érdekes dolgokat írt. Szokták mondani, az ő írása maga költészet volt. Krúdi Gyula azért is érdekes, hogy ez a hely volt a kedvenc helye. Életének utolsó három évben ide Kéli mamáikhoz jött, és így vacsorázott. És a Szent Köztű házban a most Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ott élte hát elég nyomorúságban az utolsó három évét. Ugye ez kényszerről, hát a kényszerben még a Margit szigetről ide költöztették, és hát kegyelem kenyéren ért, és hát ott is halt meg a Krúdi Gyula. Annyit még szeretnék elmondani, hogy valóban nagy öröm, és úgy tervezzük, ha sors is úgy akarja, mert a vírus az nagy úr a mai világban, hogy itt rendkívüli rendezvény, augusztusban itt szünet lesz, de mindig elmondom, szeptembertől lesz majd az első csütörtök a Király utcai Szabó Ervin könyvtár, de mivel nem lehetett rendezvényt csinálni, ezért a honlapunkon, a Krúdi honlapon lehetett látni azokat az információkat, akik kiállítottak volna, hát nekem három rendezvény maradt el többek között, ott a Krúdi honlapon meg lehet nézni ezeket a dolgokat, többek között ugye most az első nyilván volt, második, harmadika Szeles Gyuri barátunk bemutatva, majd frissítjük, és népfestő. A második csütörtök lesz mindig, innét majd szeptembertől már a rendes program szerint. Majd a honlapunkra megint nagy piros kék vagy zöld betűkkel például, hogy hurrá, nyaralunk, azaz csináljuk a magunk dolgát, folytatjuk a programot azt szerint. Viszont mához egy hétre szerencsére sikerült, hogy a Zila kávéházban is folytatjuk a program szerinti dolgot. A program szerint a Tama asztaltársaság fog bemutatkozni, és kiállítási irodalmi dolga, rá egy hónapunkban
augusztus 13-án nekem megint jön egy 13-as az életemben, én március 13-án születtem. Hát sajnos márciusban nem lett első este, ami elmaradt az ilába, az én estem lesz megtartva azzal a programmal, amit elterveztünk márciusban, ugyanokkal a szereplőkkel, de rövidünk tájékozódást. Úgyhogy ezek az érdekes dolgok, és most még egyszer nagyon megköszönöm, hogy ebben a nehéz nyitás időben is helyet adott nekünk a Szentély Tibornok Gárda meg ez cég, hogy Krúdi hagyományát folytassuk. Én most pár gondolat elejéig átadnám a szót Szentély Horváth Tibornok. Köszönöm szépen. Nem tudom, ez a mikrofon, ez lehet, hogy ilyen is van. Akkor így jobb, akkor köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, akkor én is köszönöm, hogy ilyen nagy számban megtiszteltek bennünket, és eljöttek erre a rendezvényre. Hát igen, egy érdekes időszakon vagyunk túl, vagy talán még túl sem vagyunk igazán rajta. Az elmúlt 120 év alatt nem volt ehhez hasonló az étterem életében, én legalábbis úgy tudom, még a II. Világháború idején is az étterem működött, igaz nem abban a formában, de így, hogy ilyen hosszú időre be kellett zárni, ez talán a 90-es évek felújítása idején volt, tehát az ugye meg egy teljesen más történet. Elmaradt, ahogy Lajos is mondta, rendezvény is, de ugye ugyanakkor nekünk meg nagyon sok vendégünk és törzsvendégünk, külföldi, magyar, itthon élő és külhonban élő vendégünk nem tudott ellátogatni majdnem 2,5 hónapig az étterembe, és ugye a bizonytalanság az még mindig nem szűnt meg, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ettől függetlenül jó érzés számunkra, és természetes csak, hogy megköszönte ezt Lajos, de hát ez természetes, hogy amíg az étterem ami családunk kezében van, és mi üzemeltetjük, addig ezt már talán korábban is elmondtam, akik régien tudják, hogy itt a Krúdi körnek mindig helye lesz. Bízunk benne, hogy nem is lesz most már ilyen kényszer a továbbiakban, amennyiben lesz, azt a Krúdi honlapról természetesen úgyis tudják és tudnak tájékozódni. Az étterem most jelenleg azoknak, akik esetleg arról érdeklődnek, hogy hogyan működik, mi ugyanúgy próbálkozunk, és mondhatom azt, hogy egy pár kollégától eltekintve ugyanabban a létszámmal próbáljuk tovább működtetni az éttermet. Nyilván sokkal kisebb forgalommal, külföldieket ugye teljesen elvesztettük, tehát körülbelül az egy harmada most az, amit ilyenkor lehet tapasztalni. Ettől függetlenül bizakodóak vagyunk, optimisták vagyunk, és hát Önöknek is ezt szeretnénk itt átadni, hogyha úgy jönnek hozzánk, mint vendég, akkor ebben a helyzetben csak bizakodóan és optimistán szabad hozzáállni, vigyázzanak magukra, óvatosak legyenek, és köszönjük, hogy még egyszer, hogy itt vannak és eljöttek. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a továbbiakban, és hát akkor akik meg oklevelet kapnak, azoknak meg gratulálok így. Hát én ezt is szerettem volna elmondani, és úgy gondoltam, hogy valóban Krúdi Gyulár nevét viseljük örömmel, és ezért egy kis műsort is adnánk, összeállítást, és utána remélem odra megjönnek a önkormányzattól az újra megválasztott civil nemzetiségi és kulturális bizottságnak a vezetője, Zsabó Attila, akinek a étterme, a Mókus étterme ott a másik oldalon van. Sok dolgot segített nekünk. A másik, hogy hát a osztályvezető, meg két gyakornok is fog jönni. Majd mikor lesz, úgy idézítjük, hogy a kitüntetésekkel legalább átadáson jelen legyenek. Köszönöm szépen! A mocorgás nekem is már nehezen esik. Nehéz már felállni! Hát az a helyzet, hogy valóban a Lajossal először a
régi Krudi versemet, de hát én gondoltam, hogy nem azzal fogok most jönni. Versemnek a címe Újra a kérben. Mókus utca, jó öreg téli, hát végre újra itt vagyunk. Asztalodnál a régi barátok, és ismét együtt dalolunk. Sokáig oly egyedül voltunk, csak néha szólalt a telefon. Igaz, családunk mellettünk volt, mégis egyedül voltunk nagyon. Arcunkon a fehér kendő, viseltük, ha vásárolni mentünk. Az áprilisi nap sápat volt, csillag sem ragyogott felettünk. Most maszk nélkül örülünk a régen várt találkozásnak, mosolygunk, nem rontja el semmi, tudjuk, a kéliben várnak, és emlékezünk, úgy, mint régen, versen idézzük jó öreg Krudit, pohár bor mellett ismét valljuk, ami volt, elmúlt, ismét jó itt. Kívánom, hogy a zene is azt a jó kívánságot és azt a szeretetet, azt a szeretetet tolmácsolja, hogy pendítsük meg ismét nyelvünknek gyönyörű szólását egymás örömére, lelkünk épülésére és a művészet szolgálatára. Szállj le, madár, szállj le, szép folyó víz mellé, szállj le, madár, szállj le, szép folyó víz mellé, bendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását, bendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását. Szivárvány havasán felnőtt rozmarink szál, nem szereti helyét el akar bújdosni, ki kell onnan venni, új helyre kell tenni. Ki kell onnan venni, új helyre kell tenni. És Ábrahám Zsolt, akik nálunk gyakorlok, megpróbáljuk azt, hogy a fiatal egyetemistákat, főiskolásokat bevonzunk magunk mellé, megmutatjuk nekik, hogy milyen az önkormányzati élet, és hogy minél több dolgot át tudjunk adni, minél több fiatal, minél több főiskolás vagy egyetemistát szeretnék magunk mellé a gyakornoknak, és ezért vonjuk ők itt. Monszínvárton a lányok, mikor kikötőbe a vénárbolcos végre behív. Meg-megnyikordul a hajótest, a roppant vizen recseg ropog, szállnak-e fölötte sirályok, vágyak szárnyán suhanó álmok. Álmaid meddig hajtanak még, új földre hiszek, tengerek felé, miért hívogat az ismeretet, mikor átölem a mindenség. Kocsmák végén állnak az órák. Ne rohanj, Szimbá, áll az idő. Mesélj inkább, kalandjai, tüzes bort ide, illetőzé. Király Lajos, az ifjú Krúdi. Az ifjú Krúdi nyírségből indult messzire, és Szimbádként utazott a nagy világnak végére. Gyermekkorában hallgatta nagyanyja szép meséit, és íróként ezt kísérte az utolsó igéig. A valóság és álom írásaiban szövődött. Szóképek, hasonlatok, jelzők csodája özönlött, s a történetek mívesek,
bármiről szól a szerzemény, ételről, tájról, nőről, maga a tiszta költemény. Köszönöm, Krúdi Gyula. Tudom, szenvedtél sokat. Legyőzted, aki bántott. Írígyeket, gonoszokat. Ki emlékezete? Húst a kocsira várt, údán, cseverésző emberek között. Sál a sejme, mint harangszó lenk a csöpnyi údon házak fölött. Karodon sét a pálca pihen, mint magát kiszaladgál gyermek. Köppeny alatt hatalmas test, benne a lélek, alig fél meg. Álom kötenger tekinteted, csak a mesék érnek föl hozzád, végtelenből az emelkedett. Hangod ma is száll az időben, történelmünk harangzúgása. Minden szabad, miként a lélek úgy rezdül a világ zajára. Ha megállítom a lovakat, mert vártál ők félelmetes már, inc felé megy másik kocsiból, kéri mama vendéglője vár. Bezárt az én mindenki pihen, csak én vagyok fent és a szívem. Jöjj tehát, vár reát, egy gitár szemben áll. A négyen millión csillag ragyog, és én az ablakodnál vagyok. Tekints le rám, úgy ég a szám, miattad nincs éjszakán. Egy vallomás, ez a tangó egy vallomás, amit nem ért meg senki más, pedig mindenbe van. A fák alól csak egy kopott gitár dalol, de az erkélyen átható. Ez a szerelmes dal. Ha kinyitod az ablakot, lebonulnak a büszke pálmafák. Tudom úgy is, hogy hallgatom ezt a csodás melódiát. Egy vallomás, ez a tangó egy vallomás, amit nem érthet senki más. Mindenben van. Ezt a kis tangót néked adom, majd mindent elmesél e dalom. Szívemet, lelkemet küldöm így te neked. A dallamában vágyam dobog, minden szavában vágyam lobog. Éjféle jár, egyetlen szabadra vár. Egy vallomás, ez a tató egy vallomás, és nem ér meg senki már, pedig mindenbe van. A fák alól csak egy kopott gitár dalol, és az erkélyen betekinten a büszke pálmafát. Tudom úgy is, hogy hallgatod ezt a csodás melódiát. Egy vallomás, ez a tangó egy vallomás, amit nem ír meg senki más, és mindenre van. Thank you.
vezetősége Arany Krúdi emlékérmet adományoz Dedik János. Írónak, költőnek 85. születésnapja alkalmából a Zila Kávéházi esték több mint egy évtizedes elindításáért, valamint a Krúdi körben való több éves kiemelkedő szerepléséért. Ezüst Krúdi emlékérmet adományoz Antal István. Fotósnak a téli vendégműben való rendezvényeink több évtizedes színvonalas fotózásáért. Nick Ferencnek, ő jelenleg úgy látom nincs itt, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány létrehozójának, főlovagnak, a Krúdi körrel való több évtizedes kiemelkedő együttműködését. Fehér Józsefnek, a Hódmászlővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör alapítójának, elnökének 70. születésnapja alkalmából a Krúdi körrel való több mint egy évtizedes kiemelkedő kapcsolattartó munkájáért és a Krúdi körben végzett sokoldalú tevékenységére. Szabó Lászlónak, a 18. kerületi Új Hírek alapítójának és működtetőjének a 80. születésnapja alkalmából a Krúdi Gyula Irodalmi Kör honlapjának kialakításáért, működtetéséért, technikai hátterének biztosításáért, a rendezvényeinknek videófelvételeken történő több éves megörökítéséért, azoknak az elektronikus újságjára, valamint a YouTube-ra való felrakásáért, továbbá a Kávéházi esték könyvének elkészítéséért. Bronz Krúdi emlékérmet adományoz Bíró Gabriellának, a Bíró Família Nyomda könyvkiadó korrektorának és szerkesztőjének, a Krúdi kör antológiáinak és a Krúdi kör tagjai könyveinek több évtizedes színvonalas előkészítéséért. Annyit el szeretnék mondani, hogy itt van az apukája Bíró Endre, aki szintén kapott bronzérmet, és itt jobb van is, hogy dolgozik, és itt van a Gabriella testvére, Krisztián, aki viszi tovább, egy gyönyörű antológiánkat csinálták, ő is megkapta az esmet, és ő is megkapta Gabriella. Gratulálok! Rottler Zoltán költőnek, a 80. születésnapi alkalmából a Krúdi körben való több évtizedes kiemelkedő szerepléséért. Pánti Anna operaénekesnek, költőnek, 60. születésnapja alkalmából, Krúdi Gyula Irodalmi Kör rendezvényei való több éves kiemelkedő szerezésére. Köszönöm, hogy
Ez a gond, nem itt a buli. Nagyon jó! Mondom, hogy mindenki gyanúsít. Pintér Sándor! Írónak, költőnek 80. születésnapi alkalmából munkásságáért és a Krúdi körben való több éves sikeres szerepléséért. Szakári Anna, írónak, költőnek, a Zamárdiban működő irodalomszervezőnek, a Krúdi Gyula irodalmi körrel való több éves kiemelkedő együttműködés kialakításáért. Székesfehérvári költőnek, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete alapítójának és elnökének, a Krúdi körben való szerepléseiért, valamint a körrel való együttműködés megszervezéséért, az általa irányított lapban a kör tagjainak szerepeltetéséért. Díszoklevelet adományoz B. Moravec Edit budapesti költőnek 75. születésnapi alkalmából a Krúdi körben való szereplésére. Keskeny Farkas Anikó költőnek a Krúdi körben való szereplésért, műsorvezetéseért és a Krúdi rendezvények plakátjainak e-mailre való elkészítéséért. Mindenki gyanús. Hát már írta. Szenő Tibor! Olimpikonnak a Krúdi kör rendezvényein való sikeres szerepléseiért. Vasvári Ildikó! Az Ila kávéházban megrendezett kiemelkedő kiállításaért.
Vízvári József! Beteg lett sajnos, túlhajtotta magát, évenként három könyvet írt, és kórházban van. És kevés nő van körülöttem. Nagykanizsai írónak, újságírónak, fotósnak, kiemelkedő témákat feldolgozó könyveiért, a Krúdikör nagykanizsai szereplésein való fotók elkészítéséért. Ezt követően tagsági igazolványok átadása következik. Alkotó tagok közé kerül Abrus Judit, az írói Jánét, egyébként Görög Gyulánét, Balaton Lelleni író. Keskeny Farkas Anikó költő pártoló tagságból lett alkotóta. Társak. Pártoló tagok közé kerül Vera Irén, budapesti íróköltő. Dolgozik három műszakban. Nagy János, dalkarosi novellista, gyermekversköltő. Ős beteg sajnos. Sallányi Kozsuba Gyöngyi, budapesti íróköltő. Török Sándor, budapesti költő. Ő mindig ráír. Nándor. Török Nándor. És az is van ráim, a képzeld el. Viola Éva, dobosi költő, festőművész. Festőket tanít jelen pillanatban. Köszönjük szépen. Gratulálok az elismerésekre! Túl sok mindent nem tudok mondani, először is elnézést kérek, itt ahogy pont megzavartam az előadás közben a késésünkkel, az előadásunk egy elnézést kérek. További hosszú és szép alkotási éveket szeretnék kívánni, és remélem, hogy együtt tudunk sokáig dolgozni.
lent indiákon oly mesét mesélnek, hogy gyémánt kincset rejtenek a mélyek, és fölöttük zúg a tengerár. Szátkó című művéből a himdudal, mert úgy éreztem, hogy Szimbádhoz és a hajózáshoz az új helyzetek és világok felfedezéséhez ez igazán illik, és én ezzel kívánok mindenkinek jó egészséget, és hogy rendszeresen találkozhassunk legközelebb. Köszönöm szépen a megtiszteltetést! Először is igen nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az önkormányzat részéről a megjelenteket. Király Lajos elnök urat azért köszöntöm, mert én még láttam 70 kilós korában, és láttam 38 kilós korában. De is bocsánat, nem korban gondoltam, hanem kilóra. Tehát 38 kilóról felhízott a Lajos, úgyhogy egy nagy tapsot, hogy itt van köztünk, és itt lesz. Én arra kérlek benneteket, hogyha innét hazamentek, gondolkodjatok el azon, hogy akikkel egy asztalnál ültetek, valamennyire megismertétek el. Mert tudjátok, Krúdi Gyulát úgy lehet tisztelni, gondoljuk el, ő volt maga az életművész. Miért voltak Krúdi Gyulának jók a művei? Mert minden valóságszerű volt, mindennek íze volt, mindennek hangulata volt, mindenben erő volt. És ha belegondolunk, Krúdi Gyulának nagyon nagy humora volt. Tehát volt egy bólogatós Krúdi Gyula, aki csak hallgatott és szemlélt, figyelt és megírta, és volt egy másik Krúdi Gyula, aki nagyon önérzetes volt, és bármikor bárkit párbajra hívott, és kiállt az érdekeiért. Volt egy Krúdi Gyula, aki nagyon szerette a hölgyeket, ami nem egy nagy szégyen, méghozzá az első házasságából 3 gyermeke született, a második házasságából Zsuzsa 1 gyermeke, aki ugye itt halt meg, aki majd érdemes bemenni, aki még nem járt az otthonában. Nagyon lélekemelő kis hely, nekem legalábbis. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Krúdi Gyula irodalmi kör titkára lehetek, azért, mert Krúdi Gyula a legnagyobb szép író Magyarországon, akinek eddig 60, de most már 86 regényét fedeztek fel. Ezen kívül több mint 3000 publikációt és 3000 novellát írt. Gondoljatok bele, hogy ez az ember, aki este 7 órakor feküdt le, és bocsánat, ébredt föl, és 8 órakor elkezdett reggelizni. És amikor a kocsis megkérdezte, hogy Krúdi úr, hova megyünk? Haza. De nagy kerülő úton. És Krúdi Gyulának voltak helyei, például a Tabánnál, ahol nem lehetett művészetről beszélni, nem lehetett semmiről, csak a hölgyekről. Ott mindig a hölgyekről beszéltek. És talán tudjátok, hogy maga az újházi tyúkusleves is újházi Edén keresztül, tehát jó barátok voltak Krúdi Gyulával, és innét lett híres tulajdonképpen Krúdi Gyulának köszönheti, hogy az újházi tyúkusleves híres lett. De azért legyünk büszkék arra is, hogy Csukás István, tudjátok, a legendás meseíró, szintén a Krúdi Gyula irodalmi körhöz tartozott, vagy Keres Emil, a legendás Kossuth Díjas, mondjuk így költő és színművész, és nagyon sok legendás az fordult itt meg a Tálas Ernő például, akinek nagyon szerettem az életrészét, úgyhogy nagyon nehéz volt neked betörnöd, de szerencsére sikerült, Andor. Úgyhogy egy nagy tapsot Annának, mert még a végén bajok lesz nekünk. Most már a Krúdi Gyula zsebben van, minden ott van nálad. Tehát
Még egy rövid történet Krúdi Gyuláról, mert ezt lehet, hogy nem ismeritek, és lehet, hogy még te sem, de ha ismered, akkor szóljál rám, légy szíves. Te nagy Krúdi kutató vagy, tudom. Tehát Krúdi Gyula megcsinált olyat is, hogy elmentek valahova, és hát mi tudjátok, hogy mindig mulatott, ment, nők, stb. Jó. Elmentek egy helyre, és hát már jól ittak többet, mint kellett. Tudjátok, Krúdi Gyula naponta 4-5, esetleg 6 liter ivott meg. Nem volt ez szégyen, mert Ady Endre ugyanannyit, de annak örülnék, ha majd mesélnél arról nekem, hogy amikor Krúdi Gyula és Ady Endre találkozott, ott hány liter fogyhatott el, mert ugyanennyi volt ugye Ady Endrének a kapacitása, ő is ilyen 4-5-6 liter 7 doboz cigaretta, tehát szép kis beszélgetés lehetett. Tehát a lényeg az, hogy elmentek egy éjszakai helyre, és hárman bementek két társával. És elkezdtek, ettek, ittak, jól érezték magukat, majd egyszer csak hozták a számlát. És akkor hát, mondta Krúdi Gyula, hogy majd rendezzük, írja hozzá. És akkor mondta a tulajdonos, hogy hát igen, mert ott közben váltás volt. A te számládat rendezem, de a két úriembert nem ismerem, nem tudjuk odaírni. És erre, hát a történet szerint, majd kutass utána, hogy igaza, koporsót hozatott oda a helyszínre, méghozzá hármat, és akkor azt mondta, hogy hát szegények, mi éjjel halunk, és hát koporsóval végezzük, hogy hát nincs pénzünk, és nem tudunk fizetni. Természetesen a végén Krúdi Gyula kifizette mind a hármunknak a számláját, miután már elengedte volna a tulajdonos. Úgyhogy Krúdi Gyula, amikor párbajozott, akkor nem mondok ki, hogy miért párbajozott az egyik esetben, hát olyat csinált, amit nem illik csinálni, de hát milyen író az, milyen költő, elsősorban milyen író az, aki csak olyan, mint a többi. Krúdi Gyula egy jelenség volt, egy különleges figura, egy 190 cm magas, robosztus ember, egy erős kisugárzású, egy nőimádó. Tehát olyan volt, aki a Krúdi Gyula úgy lett híres, hogy mindenhol elkezdték ismerni a sztori miatt, hogy vele akárhol ment, ott mindig történt valami. Ő átlagos dolgokat nem tett. Most néztem egy Celleze Lendrének az egyik kutatását, még olvastam is, hogy hát azért a költőket nem úgy kell keresni, hogy hú, mindenki kitűnő tanuló és de jó költők vagytok. Na most a legnagyobb költők közül igaziból nagyon jó tanuló volt Vörös Sándor, Babits Mihály, és ha azt mondom, hogy a Vörös Marti Mihály szintén, ezek hárman, és a többségük a legnagyobbak közül. Mind gyenge tanuló volt, és a legtöbb még az iskolákat sem végezte el. De pontosan ezzel nem azt akarom mondani, hogy most nem kell elvégezni, hanem hogy a génben van ott, aki költőnek születik, aki írónak születik, aki legendának születik, az legenda lesz, mert legendákat kitalálni nem lehet, születnek győztes csillag alatt. Hölgyeim és uraim, a Krúdi Gyula irodalmi kör rendezvényén voltatok, ha esetleg ezt elfelejtettétek volna, akkor én most szólok. Iván, te is tudod, hogy ott vagy? Nagyon helyes. Tapsoljuk meg az Ivánt, mert nagyon fiatalnak néz ki, megyünk tovább. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, érezzétek tovább és jól magatokat, ne feledjétek, a Krúdi Gyula irodalmi kör, egy legendás kör, egy legendás írónak a irodalmi körnek a tagjai vagytok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Később, mondjátok! Most a Feri nagyon ideges, hogy mondjam a következő rendezvény. Már be is mondom ebben a pillanatban. Az Ila Kávéházban jövő hét csütörtökön 16 óra 30-kor lesz a Tama Egyesületnek egy rendezvénye. A Tama tagjai mutatkoznak be, festőművészek és költők. Gyertek el, mert általában 100-120-an szoktunk lenni. Úgyhogy ha nem is jöttek 120-an, de 80-an legyünk ott, jó? Köszönöm, szevasztok, jó éjszakát!